Razziában a Nébih. A húsvéti szezonális termékeket, termékköröket ellenőrzik a napokban. Támadnak a pollenek. A szezon a mogyoró virágzásával indult, most pedig főleg a korán virágzó fák, a platán és a nyír okoz náthás tüneteket. Önkormányzati tanács. Az elsődleges cél megvédeni Magyarországot és Európát a tömeges és kontrollálatlan migrációtól. Kimondottan a húsvéti szezonális ételeket vizsgálja a napokban a Nébih. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Egyebek mellett megnézik, hogy megfelelő a csomagoláson a megnevezésük, a feltüntetett összetevők és minőségmegőrzési határidejük. A hivatal a razziával a fogyasztók érdekeit próbálja védeni. Szabolcs megyében az eddigi több mint 50 ellenőrzés során nem voltak nagyobb szabálysértések. Sokan a jellegzetes ételei miatt is várják a húsvétot. Nem csoda hát, hogy az Élelmiszerlánc Biztonsági Hatóság is az ünnepkörbe tartozó termékeket, termékköröket ellenőrzi ilyenkor kiemelten. Elsősorban a húsvéti sonkákat, tojásokat, húsvéti édességeket, így például a csoki nyuszikat, valamint az alkoholos italokat, úgy mint a borokat, pezsgőket és a tavaszi szezonális gyümölcsöket, zöldségeket veszik górcső alá. Mindezt azért, hogy megfelelő élelmiszerekhez jussunk hozzá. A Nébih elsősorban a magyar fogyasztók érdekeit próbálja védeni, hogy a húsvéti asztalra jó minőségű, biztonságos termék kerülhessen, senkit ne érhessen kellemetlen meglepetés se az áron elfogyasztása után, se a termék felvágása esetén egy rossz minőségű sonkán kerül például az asztal, ezt is szeretnénk elkerülni. És ebből is látszik, hogy azért általában az előállító helyeken sikerül ezeket a folyamatokat megállítani, mert egyébként nem kaptunk ilyen bejelentésről hírt. A Nébih ellenőre és a kormányhivatalok szakemberei március vége óta vizsgálják a higiéniai színvonalat, az engedélyek meglétét, a termékeknél a tárolási körülményeket, a nyomon követhetőségi dokumentumokat, a megnevezést, összetevőket, minőségmegőrzési időt, valamint a csomagolást, hogy sértetlen-e. Országosan 4000 körüli ellenőrzést terveznek az időszak végéig, ez alatt mintegy 20 000 élelmiszertételt vizsgálnak meg. Az eddigi tapasztalatok alapján főleg a piacokon, vásárokban és ideiglenes árusítóhelyeken vannak szabálysértések. Szabolcs megyében azt látjuk, hogy az összes ellenőrzés közül főleg valóban egy vendéglátó esetben kellett higiéniai feltételek miatt intézkedni, termékek minősége miatt pedig 2 esetben történt intézkedés. Összesen 53 ellenőrzés történt a megyében ezen a szegmensen, és a kollégák 270 tételt ellenőriztek. Nagyobb kihágások, amelyek például működési engedélyek felfüggesztését vonták volna maguk után, idén eddig nem voltak megyénkben. Az ellenőrök egészen húsvét hétfőig bejelentés nélkül szinte bárhol felbukkanhatnak, előállítóknál és forgalmazóknál, kis és nagy piaci szereplőknél egyaránt. A Nébih abban bízik, hogy a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő ellenőrzés sorozat visszatartó erővel bír. Folytatta az aláírásgyűjtést a Fidesz a május 26-ai európai parlamenti választásokon való részvételre. Szombaton az örökösföldi piacon Szabó Tünde is leadta a támogatói voksát, ezzel is hozzásegítve a kormánypártot, hogy elérje a szükséges 20 000 aláírást. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, ezzel a szavazással eldől majd, hogy Magyarország meg tudja-e védeni a hagyományait. Magyarország menti meg Európát, hiszen biztosak vagyunk benne, hogy az itt élők nagyon jól tudják azokat az értékeket és hagyományokat, amikben élünk és éltünk, hogy ezt meg kell őrizni, ezt meg kell tartani. Mi nem akarunk, hogy idegenek jöjjenek, idegen kultúránk legyen. Nem akarjuk, hogy a vallásunkba beleszóljon bárki, és mi szabadon szeretnénk élni. Az Európai Uniós forrásokat 3 célterületre használná fel a jövőben a Momentum, a kórházak, az iskolák és a munkahelyek fejlesztésére, hangzott el a párt szombati sajtótájékoztatóján. A Momentum európai parlamenti listavezetője, Cseh Katalin kiemelte, átlagban napi 2 milliárd forint támogatást kap jelenleg Magyarország az Uniótól. A párt már leadta a májusi választásokhoz szükséges aláírásokat,
de további támogatókat toboroztak a Szabolcsi megye székhelyen is. Szerintünk a parlamenti bejutás az már nem kérdés számunkra, és hogyha jól kampányolunk, akkor akár a két képviselő is elérhető lehet. Nagyon pozitív vagyok, hiszen az országjárás során nagyon sok településen megfordultunk, és úgy látjuk, hogy tényleg van érdeklődés a politikai generációváltás, a megújulás üzenete iránt, és bízunk benne, hogy minél jobb eredményt tudunk elérni. Évről évre egyre több az allergiás itthon, a levegőben lévő pollenek már okoznak tüneteket, de utóbbiak jelentkezése akár egyszerű módszerekkel is megelőzhető. A tünetek súlyosbodása viszont komolyabb bajt, asztmát is jelezhet. Ez esetben mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Nem néznek könnyű napok elé az allergiások, egy ideje már támadnak a pollenek. A szezon hagyományosan a mogyoró virágzásával indult, most pedig főleg a korán virágzó fák, a platán és a nyírpollen koncentrációja okoz náthás tüneteket, így vizes orrfolyást, tüsszögést, könnyezést, orr- vagy szemviszketést egyaránt. Annak, aki tudja, hogy mire allergiás, érdemes figyelnie az előrejelzéseket, és már a tünetek jelentkezése előtt elkezdenie a gyógyszerek szedését. Az, aki viszont még csak gyanakszik az allergiára, először a házi orvosához forduljon. A szakorvosi vizsgálat az tüdőgyógyászat szempontjából beutaló köteles, tehát mindenképpen házi orvos az, akit először fölkeres a beteg, de nem csak a tüdőgyógyászati területen történik az allergiának a kivizsgálása, mert ahogy mondtam, más típusú allergiák is vannak, tehát a házi orvos irányítja el, hogy most ez egy bőrgyógyászati, egy belgyógyászati vagy egy fülallergiaszati kérdés, de ezek a szakterületek azok, akik az allergia hátterét vizsgálják. Ha valaki tudja magáról, hogy allergiás, és a gyógyszerek mellett a tünetek súlyosbodnak, vagy fulladás, nehéz légzés társul hozzájuk, felmerül a háttérben az asztma gyanúja, ez esetben az érintett mindenképpen menjen orvoshoz. Allergia esetében viszont a tünetek sokszor egyszerű, hétköznapi módszerekkel megelőzhetők, illetve csökkenthetők. A legfontosabb, hogy a beteg próbálja kerülni a találkozást az allergénnel, vagyis azzal a dologgal, ami a tüneteket okozza. Nyilván egy szezonális allergiásnak van némi lehetőség erre, de ismerünk ilyet, hogy por vagy poratka allergia, azoknak ugye egész évben nincs rá módjuk, hogy kerüljék ezeket a helyzeteket, de nagyon fontos, hogy ha olyan helyen tartózkodik, ahol nagy mennyiségben találkozik az őt allergizáló dologgal, akkor utána egy hajmosással, egy ruhacserével megszabaduljon azoktól a közvetlen testéhez közel elhelyezkedő szemcséktől, amik az ő tüneteit fokozzák. Az ételallergiánál, ha tudja, akkor érdemes azokat kerülni, illetve a bőrgyógyászati allergiáknál is azoknak az anyagoknak a kerülése javasolt, aminél igazolt, hogy arra allergiás a páciens. A pollen helyzettel egyébként a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is foglalkozik, mondta el 35 perc című műsorunkban a nemrég kinevezett új megyei tiszti főorvos. Az országban 19 pollen csapda működik, úgymond, amely méri a pollen koncentrációt, hiszen ez napról napra változik, és napi szinten ennek a cseréje megtörténik, mégpedig a megyei intézetnek a tetején, az Árok utcán, és ezt az Országos Közegészségügyi Intézetbe beszállítva gyakorlatilag napi szinten tájékozódunk a pollen koncentrációról. Évről évre egyre több az allergiás, ma már közel minden negyedik ember érintett itthon. Nem csoda, hogy ez is egy népbetegséggé vált, akár csak az asztma, amely szintén mind több ember életét nehezíti meg. Ennek hátterében ráadásul sokszor nem is tudni, mi áll. Második országos konferenciáját tartotta a KDNP önkormányzati tanács, amely több száz tagból áll. Az elsődleges cél megvédeni Magyarországot és Európát a tömeges és kontrollálatlan migrációtól, hangzott el a tatai sajtótájékoztatón. Egy ilyen tanács megerősítést ad az önkormányzatoknak, és lehetőséget, hogy a jó gyakorlatot megosszák egymással, mondta el a szervezet elnöke. Két évvel ezelőtt újra alakult a KDNP önkormányzati tanács, amelynek legfontosabb feladata a közösségépítés, valamint az, hogy segítse az információ áramlást az emberek és a kormányzati képviselők között. Azt mondják, csak így lehet Európát építeni és megvédeni a keresztény értékeinket. Elfogadtunk egyrészt egy nyilatkozatot, amelyben rögzítjük ezeket az elveket, ezt az elkötelezettségünket, azt az elkötelezettségünket, hogy megvédjük a tömeges és kontrollálatlan migrációtól Európát.
ez a legfontosabb eredménye talán ennek a mai rendezvénynek, illetve hogy olyan erőt merítsünk egymás gondolataiból, az előadók gondolataiból, amelynek keretében a következő hetek küzdelmeit kellő munícióval tudjuk végigvinni. A városvezetések önmagukban nem biztos, hogy elég erősek, ezért különösen fontos, hogy a jó gyakorlatot szervezetten is meg tudják osztani egymással. Az a munka, amit a városvezetések, településvezetések, megyevezetések végeznek, az egy az egész országot megerősítő és fenntartó és működtető rendszert kell, hogy biztosítson. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egymásnak jó szövetségesei és jó segítői legyünk. Ebben nyújt segítséget a KDNP önkormányzati tanács, amely több száz tagot számlál, köztük országgyűlési képviselőket, polgármestereket és alpolgármestereket. A Fidesz-KDNP szövetségen belül a KDNP, mint a Fidesz szövetségese, meghatározza a magyar politikát. Magyarország a V4-ekkel együtt befolyásolni tudja az Európai Unió politikáját, ezért a KDNP felelős az európai politikáért, felelős Európának a változásáért. És mi egy olyan változást szeretnénk, hogy térjünk vissza az alapító atyák örökségéhez. Magyarországnak és Európának családtámogatással kell segíteni a demográfiai jövőjét. A legfontosabb, hogy Magyarországon magyar gyerekek szülessenek, akik magyar nyelven tanulnak, hangsúlyozta Semjén Zsolt a sajtótájékoztatón. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az ukrán határszakaszon egy hét leforgása alatt többször is a régi és visszatérő trükkel találkoztak. Az autók ellenőrzésekor a pénzügyőrök az első ülésekben, az ülések előtti taposólemezek alatt, kárpit alatt, valamint mikrobuszoknál a padlóban kialakított rejtekhelyeken mintegy 1900 doboz 2,5 millió forint értékű adózatlan cigarettát találtak az ukrán határszakaszon egy hét leforgása alatt. A NAV munkatársai a sofőrök ellen költségvetés és csalásbüntet elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tettek, a füstölnivalót és a járműveket lefoglalták. 1700 versenyző mintegy 300 produkcióban mutatta meg magát Magyarország egyik legnagyobb minősítő táncversenyén Nyíregyházán. A táncfesztiválra a hazai fellépők mellett Erdélyből és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők, a rendezvény különlegessége pedig, hogy az amatőrök és a profik egy műsorfolyamban álltak a parketre. Kicsik és nagyok, társas és egyéni produkciók együtt versenyeztek a 7. Abigail Országos Minősítő Fesztiválon Nyíregyházán. A zsűri egymás után láthatta a különböző korosztályok és stílusok produkcióit, a fellépők pedig már nem csak a térségből, hanem az egész országból, sőt a határon túlról is érkeztek. Van most már Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából, aztán van, amikor még be tudnak csatlakozni máshonnan is, ez attól függ, hogy jön nekik a program. Ami nagyon érdekes, hogy teljesen speciális az országot, illetve a külső más országokat tekintve is, ugyanis itt nem egymással versenyeznek a versenyzők, hanem saját magukkal, tehát egy minősítést kapnak, ABCD kategóriában indulnak, és ott kapnak kiemelt arany, arany, ezüst vagy bronz minősítést. A minősítő versenyen az óvodásoktól a nyugdíjasokig több mint 10 féle stílusban léptek fel a résztvevők. A két nap alatt 300 produkció lesz, 1700 versenyző, itt az óvisoktól a nyugdíjasokig mindenféle korcsoport, illetve 12 tánckategória, néptánctól mazsorettig, modern táncig, társas táncig, nagyon vegyes a felhozata, illetve most, mivel lesz egy versenyünk ugye Érden is, inkább az országnak ez a fele jött ide, és Románia, Szlovákia, Ukrajna, aki még csatlakozott ehhez a csapathoz most. Ez a pár Kárpátaljáról érkezett, argentin tangóval készültek, amivel a tavalyi fesztiválon aranyminősítést szereztek. Beregszálltból érkeztünk Kárpátaljáról, két tánccal érkeztünk, az egyik az argentin tangó, ott két fős résztvevő van, és érkeztünk még egy tánccal, az egy Funny Jive a címe. Ott egy csoport, a kisebb csoportunk van, ott 9 gyerekből áll ki ez a csoport, de ők majd késő este fognak fellépni. A kárpátaljai csoport második éve vesz részt a megmérettetésen, amelyre fél év alatt készültek fel a táncosok, terveik szerint pedig a 2020-as minősítő fesztiválon is részt vesznek majd.
Megnyerte a negyeddöntő első mérkőzését, így 1-0-ra vezet a két nyert meccsig tartó párharcban a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese hazai pályán 94-83-ra győzött a BKG Prima S ellen. A második mérkőzést pénteken rendezik Szigetszentmiklóson. Az alapszakasz negyedik helyezettje fogadta az ötödiket, ezért és a két csapat játék erejét ismerve várható volt, hogy szoros meccset hozza a negyeddöntő első felvonása. Így is történt, az első negyedet 2 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc viszont 7 ponttal a kintről nagypontossággal célzó vendégeké lett. Fordulás után keményítettek védekezésükön a cápák, és elkezdtek behullani a nyíregyházi triplák is. A záró negyednek 5 pontos előnyről vágtak neki a hazaiak, akik a BKG minden felzárkózási kísérletét visszatudták verni, így megszerezték a vezetést a két nyert meccsig tartó párharcban. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, nehéz volt feltűnni az ellenfélnek ezt a kemény, agresszív, letámadó védekezését, illetve rossz ritmusba támadtunk az első félidőben, és nem voltunk elég kemények védekezésben. Aztán a félidőben megbeszéltük, hogy mind kell változtatni, és örülök neki, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést, és meg tudtuk nyerni, ez a lényeg. A 21 pontot szerző Fazekas Csaba szerint is a feljavuló védekezésnek köszönhető a cápák győzelme. Számoltunk vele, hogy ilyen nehéz mérkőzés lesz az első mérkőzés a rájátszásba. Tisztában voltunk vele, hogy BKG ilyen játékerőt képvisel. Sajnos az első fél időben a védekezésünkkel sok gond volt, amit utána a fél időben megbeszéltünk, és szerintem a második fél időben jól ki tudtuk javítani a védekezésünket. Elsősorban ezen volt a nagyobb hangsúlya, a támadásra szerintem jött magától a védekezésnek köszönhetően. A felsőházi rájátszás további eredménye a következők: Veszprém PVSK 97-83, MAFC Vasas Akadémia 94-71 és Oroszlány Budapesti Honvéd 85-74. A Nyíregyháza Blue Sharks pénteken lép pályára Szigetszentmiklóson a BKG Prima S ellen. 10 gólos győzelmet aratott a Békés Csaba ellen a kisvárdai női kézilabda csapat. Dévényi János együttes az NB1 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen 32-22-re verte a vendégeket. A kisvárda csütörtökön Siófokon lép pályára. A tartalékosan érkező vendégek kezdték jobban a mérkőzést, csak a 13. percben 5-5-nél érte utol ellenfelét a kisvárda. Az első félidő második fele már a hazaiaké volt, így 15-10-es vezetéssel vonulhatott a szünetre Dévényi János együttese. A második félidőben ott folytatta a házigazda, ahol a pihenő előtt abbahagyta, fokozatosan nőtt a két csapat közötti különbség, és végül 10 gólos győzelemmel vetett véget 3 meccses vereségsorozatának a kisvárda. Érdekes módon mi kezdtük idegesebben a mérkőzést, tehát ugye hát az elején 4-5 ajtóablak zicsert hibáztunk, de utána helyreállt a rend, fél időre sikerült egy nagyobb előnyt tulajdonképpen kialakítanunk. Másik fél időt megint úgy kezdtük, mint a Vác ellen, tehát mindjárt 3 technikai hibával, illetve számtalan zicser hibával. Aztán megint utána összeszedtük magunkat, és valami külön öröm, hogy megszerezte élete első gólját Soltész Petra nevű ifjúsági játékosunk. Úgyhogy neki gratulálunk, megyünk tovább, dolgozunk, próbáljuk ezeket a hullámvölgyeket kivenni még a játékunkból, és most egy nagyon nehéz szakasz a következik a bajnokságnak, próbálunk tisztességgel helytállni és komolyan küzdeni. A vendégek edzője szerint a sok hiányzójuk miatt nem lehetett esélyük a kisvárda ellen. Ma úgy érkeztünk ide, hogy talán soha, nagyon-nagyon tartalékosan, mert ez meg is látszik. A játékosaim hiányoznak, akik a mi kis életünkben meghatározóak, úgyhogy őket mi nem vagyunk képesek azon a szinten pótolni, hogy egy ilyen mérkőzést meg tudjunk nyerni. Sok fiatal játszott a Békés Csabában, nagyon sok fiatal. 15 éves is volt a pályán, aki nagyon szépen meg is oldotta különben a szituációkat ahhoz képest. Úgyhogy ennek egy picit örülök, az eredménynek annyira nem, de hát ez van. A 7 gól szerző Orván Adrián annak örült, hogy véget ért a csapat negatív sorozata. Örülök, hogy végre győzelem után ülhetek itt. Igazából tényleg mi voltunk az esélyesek, hiszen nagyon sok hiányzó volt a Békés Csabában, de hát így is meg kell nyerni ezt a meccset. Úgyhogy örülök, hogy sikerült a csapatnak, már szükségünk volt erre a sikerre. Remélem, hogy ez erőt ad nekünk így a továbbiakban, és én is csak gratulálok a Petrának. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos volt neki. Az NB1 tabellájának élén a 100%-os Győr áll 42 ponttal, megelőzve a 2 meccsel kevesebbet játszó 36 pontos Ferencvárost. A 19 pontos kisvárda a 8. helyen várja csütörtöki siófoki vendégjátékát.
A hosszabbításban szerzett góllal mentette döntetlenre a Diósgyőr elleni mérkőzését a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttes az NB1 28. fordulójában lejátszott mérkőzésen 1-1-et játszott a DVTK-val, így megőrizve egy pontos előnyét a miskolciakkal szemben. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A húsvéti szezonális ételeket, sonkákat, tojásokat, édességeket, alkoholokat, gyümölcsöket és zöldségeket vizsgálja a napokban a NÉBIH. Mások mellett megnézik, hogy megfelelő-e a csomagoláson a megnevezésük, a feltüntetett összetevők és minőségmegőrzési határidejük. A hivatal a razziával a fogyasztók érdekeit próbálja védeni. Szabolcs megyében eddig nem voltak nagyobb szabálysértések. Nem néznek könnyű napok elé az allergiások, egy ideje már támadnak a pollenek. A szezon a mogyoró virágzásával indult, most pedig főleg a korán virágzó fák, a platán és a nyír pollen koncentrációja okoz náthás tüneteket. Ha valaki tudja magáról, hogy allergiás, és a gyógyszerek mellett a tünetek súlyosbodnak, vagy fulladás, nehéz légzés társul hozzájuk, felmerül a háttérben az aszma gyanúja, ez esetben az érintett mindenképpen menjen orvoshoz. Az önkormányzati tanács feladata, hogy megerősítést adjon az önkormányzatoknak a jó gyakorlatok megosztására, ugyanis a szervezet elsődleges célja, hogy megvédje Magyarországot és Európát a tömeges és kontrollálatlan migrációtól. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 15-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Hétfőn éjszaka derült idő várható, csapadék nem lesz, az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. Kedden eleinte felhőtlen lesz az ég, majd késő délutántól megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor egyaránt előfordulhat, az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A következő napokban változó nedvességtartalmú léghullámok érkeznek felénk, lesznek napos és felhősebb időszakok is. A hét közepén, a hét utolsó napjaiban, valamint a jövő hét elején elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet nem változik jelentősen, éjszaka néhol még fagypont közelébe csökken, délután 20 fok közeli hőmérséklet várható. A jövő hét közepétől viszont melegebb levegő érkezik felénk, akkor szinte nyárias időben lesz majd részünk.